légköri nyomás, más néven légnyomás, az adott területre ható nyomás, amit a levegő súlya okoz. Ki tudja megmondani, mi az összefüggés a tengerszint feletti magasság és a légnyomás között? Zsófi? Ahogy nő a magasság, úgy csökken a nyomás a P egyelő P0-szor E ad, mínusz M-szergésszer H per K-szor T függvény szerint. Ezt meg honnan a picsából tudja? Be sincs a könyvben! Macikám, vigyázz a szádra! Pontosan! A barometrikus magasságformula ismerete nagyon dicséretes, de ez nem része a tananyagnak. Ahogy a tengerszint feletti magasság növekszik, egyre kevesebb levegő molekula van felettünk. Ebből adódóan a növekvő magassággal a légköri nyomás exponenciálisan csökken. A pontos aktuális érték számításokkal nem meghatározható, mert egyrészt a légköri frontok kialakulása miatt nem viselkedik ideális gázként, valamint a levegő gyakran tartalmaz csapadékot, segélyszennyeződéseket. Zsófi persze az imént mondott egy jól használható képletet, de mivel ez is csak egy általánosan használható, jól közelítő képlet, E értékét 10-nek tekintve, ezzel magadtuk a következő tapasztalati formulával is. P egyenlő I ad 5 minusz H per 15500. Azt tudjuk, hogy a nyomás mértékegysége a Pascal. Tudja valaki, hogy légnyomás esetén milyen mértékegységet használunk? Edina? Az atmoszférát. Könyvből könnyen megy, ugye? Jó, a tankönyvben megtaláljátok az átváltási arányokat az egyes mértékegységek között. Nézzétek át őket, mert a következő órán azokkal fogunk számításokat végezni. Most azonban visszatérünk egy korábbi anyaghoz. Eljött az ideje, hogy valaki számot adjon arról, mit tud a felhajtó erő. Tudom, hogy te kened vágod az egészet, de hagyjunk érvényesülni másokat is. Lássuk, hol nyílik a nap. Na, Ádám, lássuk, mire emlékszel. Ez nem igazság, nálam már be fog törve. Nézd a jó oldalát, Ádám, bizonyíthatod, hogy nem szolgáltál át égisbérzésre. Szóval, mi is az a felhajtó erő? Amikor valaki úszik a vízben? Látod, alakul ez. És miért úszik a vízben? Mert megtanult úszni. Nyilván, de most azért jusson eszedbe, hogy nem tornaórán vagyunk, hanem fizikán. A fizika törvényei közül melyik az, ami az úszást lehetővé teszi? A felhajtó erő. És hogy hívjuk a fizikának ezt a törvényét? A felhajtó erő törvénye? Én is arra vagyok kíváncsi. Kiről nevezték el? Schwarzeneggerről! Macikám, szeretnél helyet cserélni Ádámmal? Nem, tanár úr. Felhajtó erő a súlyzókra is hat ugyan, de bármilyen meglepő, ezt még jóval az előtt felfedezték, hogy bemutatták volna a moziban a Terminátort. Tudod, hogy kiről kapta a nevét? Archimédész neve, ismerős számodra? Ő biztos a másik suliba jár. Jó van, Ádám. Úgy látom, valaki szeretné átvenni tőled a stafétát. Ülj le, légy szíves. Nekem ennyi elég. Neked meg elég talán. Semmi baj. A Dolira majd együtt felkészülünk. Aztán kijavítod. Basszus, a frászt hoztad rám. Mi az ott már a Zsófi fiam? Most csak ide szépen. Ne! Várjátok, ott jön Marci, várjuk meg őt is. Na, Halli, sziasztok! Mi a helyzet? Ezt figyeld, mit találtam. Rejtélyes haláleset a gimnázium építkezésén. A voldiákok szerint 50 éve kísért a fiú szelleme. Még 1964 tavaszán történt, hogy az intézménynek otthont adó épület építési munkálatai kivitelezése során
pontosan máig nem tisztázott, tragikus körülmények között elhalálozott Kál János építőmunkás kisfia. A tragédia 50. évfordulójához közeledve felkerestük a ma is jó egészségnek örvendő János bácsit, aki könnyeivel küszködve szomorúan idézte fel az 50 évvel ezelőtt történteket. Az első diákok ma is emlékeznek még arra, hogyan fogadták a tragédia hírét, amikor ősszel az iskola megnyitotta kapuit. Én csak 67-ben kezdtem el ott tanulni, de akkor már azt rebesgették, hogy a fiú szelleme kísért az iskola falai között. Tudtuk meg Lacitól. A szelleme máig ott kísért, én is hallottam róla. Erősíti meg Laci szavait Béla. A diáktársaimtól én is sokat hallottam erről. Emlékszem, mennyire tudtunk félni, amikor elbújtunk valahol az iskola udvarán. Mindig azzal ijeszkedtek, hogy jön a szellem. De én sosem találkoztam vele. Sőt, semmi jelét nem tapasztaltam, hogy valójában létezne, ezért nem is hiszem, hogy igaz lenne. Mondja Géza. Szerintem ez az egész csak a gyerekek fantáziájának szüleménye. Nincs itt másról szó, csak egy szerény sorsú család szomorú tragédiájáról, amiért nem irigylem őket. De hogy kísérten a szellem, szerintem kizárt. Szóval, mit gondoltok? Bevállalunk egy éjszakát a suliban? Csak mi is a szellem. Hát, ha összefutunk vele. Benne vagytok? Aha, szellem. Te komolyan hiszel az ilyenekben? Hát, igazából elég jó bulinak tartom. És ha összefutunk vele? Hát beveszünk őt is a partizásba. Tuti, nem lesz semmi. Ne egye fene. A buli kedvéért benne vagyok. Többiek? Ha Ádám benne van, akkor én is. Nekem mindegy. De akkor ebből Kristófot sem hagyhatjuk ki. Hát persze, hogy nem. Már teljesen az agyamra megy a szellemeivel, de felül nem. Hú, de nagy lehet a szellem, hogyha ennyire örülsz neki, hogy a pasid is jön. Szerintem te kussolj el, a baromságaid miatt karózott be az Ádám. Aha, mert egyébként csillagos ötöst kapott volna. Ne veszekedjetek már, annyit marjátok egymás, mintha évek óta házasok lennétek. Az kizárt, hogy én akár egy hétig is kibírnám vele. Vagy őt, vagy magamat nyírnám ki záros határidőn belül. És? Veled mi a helyzet? Hát, nem is tudom. Törit kéne tanulnom. Mi van, ha megint engem hív ki? Aj, ne viccelj már, oda vissza tudod az egész tankönyvet. Múltkor is már úgy lőtt le a tanárnő. Hát, jól van. És mi van, ha lebukunk? Mi van, ha miatt kirúgnak minket? Ne parázz már ilyeneken. Egyrészt úgy sem derül ki, másrészt meg egy ilyen kis csínyed, senkit nem rúgnak ki sehonnan. Hát, jól van, de mit mondunk otthon? Már ezt is kitaláltuk, igazsára. Mindenki azt mondja, hogy a másiknál alszik. Úgy is szoktunk ilyet csinálni máskor is. Nem lesz gyors az ősök. Azért azt egyeztessük, hogy ki kit fog mondani otthon. Ezt most kéne megbeszélni. Én akkor azt mondom, Zsófinál alszok, Ádám te Kristófnál, Tamás Marcéknál, Sára meg Lauránál. Jó lesz így? Oké, rendben. Bocsi, ez csak az öcsém. Tessék, idegosztály. Segíthetek? Hogy ne segíthetnél, baromart? Kurva jó poénból tele szavazni a laptopom, de most már elárulhatnád, hogy félek hozzá a képemhez, vagy szétrugom a segget, ha hazajössz. Ez a tegnapi húzásod következménye. A jelszó ékezetek nélkül egybeírva. Marcia király, pontos éve. Kapd be, ezért még számolunk. Kicsit ingerült az öcskös. Nagyon rávonkodtam valkodra. Na, vajon miért volt olyan agresszív Edinával? Jobb is, ha csak játszik, és minket inkább elkerül. Szerintem ezt most hagyjuk. Mikor és hol találkozunk? Úgy terveztük, hogy fejhez körül kéne besorolni, akkor már csak a takarító van, meg a gondom. De úgyis a kocsmában van, csak 8-5 jön át beélesíteni a riasztót. Fejhez körül a takarító a felső szinten pakolja a cuccokat, akkor besoranunk, és valamelyik alsó teremben meghúzzuk magunkat. Szóval akkor fél 8-5 perccel találkozunk ugyanígy. Pontosak legyetek. Ha valaki késik, jöjjön utánunk a suliba. Mit hozzunk magunkkal? Valami kaját vagy piát? Hát egy kis rákcsálnivaló azért jól jönne, mert megéhezhetünk reggelig. Aki amit jónak lát, rátok bízom. Akkor süttetek anyámmal rántott hús. Én meg elhozom az oldból a fédiszon. Úgy csak oda van a falnak támasztva szegény. Akkor 7:30 ugyanitt. Jó, sziasztok. Az a kísérsz? Nem, ne haragudj, beugrok Kristófhoz és szólok neki az estével kapcsolatban. Te nem jössz velem? Nem, megyek haza. Még össze kell pakolnom, meg anyuiknak is be kell adnom, hogy ma nem alszom otthon. Sára, megyünk? Aha, mehetünk. Akkor bemegyek én is, és segítek az elkérésben. Oké. Sziasztok. Sziasztok. Este találkozunk.
Mitchellben ennek is most kellett kioldódnia. Jó partnia szed a szellemeti havert. De lehet, hogy Zsófinak nem ártana hozzunk egy pelenkát. Oké, de nehogy elkés, különben nem tudunk besurranni. Legkésőbb 7:30 körül ott kell lennünk a sulinál, vagy cseszhetjük. Nyugi, ott leszek. Oké, fiúk, majd meglátjuk, kinek kell este a pelenka. Szia, anya! Szia! Vacsorád! Minden rendben a suliban? Na, náhogy! Figyú, én ma nem vacsorázom itthon, mert megbeszéltem Tamással, hogy nála alszom. Nem bánom, kisfiam, de mielőtt elmész, azért ehetnél valamit. Nem vagyok éhes. Mire készülsz? Semmire. Ne szívas! Hallottam, hogy Tamáshoz néz. Mit csináltok? Holnap matekdolit írunk, arra tanulok. Hát persze, testvérvel. Tamás éppen a haját szárítja. Csókolom. Tetszene szólni neki, hogy hívjon majd vissza, ha végzett? Ez csak természetes. De egyébként nem sokára ott lesz nálatok. Ha nem sürgős, személyesen is meg tudjátok beszélni. Köszönöm. Ráír akkor is. Csókolom. Szia! Az én telefonom csörgött? Ki keresne téged? Ez az enyém volt. Okay. Ki volt az? Misi keresett. Nem mondta, mit akar? Nem. Adam szólt erről az esküvőről. Tök király lesz. Már alig várom. Éppen arra készült Lim Nasival. Viszont, hogyha bevásárlás után rögtön érted menni. Nem tartom túl jó ötletnek. Már beadtam anyáiknak is, hogy vasárlánul alszom. De ha eljössz értem, tuti a lebukás. Találkozunk inkább a megbeszélt helyen, a parkban. Oké, akkor a parkban várlak. Szeretlek. Szia. Jó, szia. Hallod, Huki? Elmegyünk moziba? Ma este. Nem lehetne máskor. Már elég érkeztem Sárához. Pizsi parti. Majd kinőz belőle. Lebuktál. Az előbb hívtam Tamást, és az anyukája azt mondta, hogy pont ide készül. Szóval, miben sántikálsz, te hekkerek királya?
azt megcsinálom. Csak azért, hogy összejársz világon. Te vagy a legjobb haverom. Ha ez összejön, örökre hálás leszek neked érte. Mit mondhatnék erre? Szívesen? Te. Én annyira oda vagyok Edináért, hogy az már fáj. Folyton jár az eszembe. Tudod, milyen érzés, amikor összeszorul a szíved, ha csak rágondolsz valakire? Mindent megtennél érte. És csak lágyan megölelnéd. Éreznéd a közelségét. És másra sem vágysz. Csak hogy viszonozza ezt az érzést. Kezd hűs tenni egy kicsit. Ne menjünk be már most. Hova sírt? Van még 10 perc fél nyolcig. Megvárjuk a többieket is. Frankó lesz ez az este. Egy csomó történetet olvastam mostanában, amikor szellemekkel találkoztak, úgyhogy jó esély van rá, hogy nekünk is sikerülni fog. Azért, mert mostanában olvastál ilyenekről? Dehogy. Azért, mert a suliban halt meg az a gyerek. Nem a suliban halt meg. Még nem volt kész az épület. Ja, ezt én is tudom. Utána jártam a dolgoknak. Nem értem, miért, hogy én cinikus. Tiszta hülye vagyok, hogy belementem ebbe a baromságba. Inkább a Törivel foglalkoznék otthon. Semmi kedvem egész éjszaka rémüldözni. Sőt, belegondolva egyáltalán nem akarok rémüldözni. Épp elég ijesztő abba belegondolni, hogy holnap felkészülés nélkül kell suliba mennem. Jaj, nyugi. Mégis mitől kéne rémüldöznöd? Hú, micsoda manőver. Szia, Lackó. Szia. Azért nem kéne a gyalogosokat ijesztegetni. És ha tényleg van szellem. Ugyan már. Inkább azt mondja, ezek a sikrokon. Tudod, nálam első a karrier. De te simán összejöhetnél Tamással. Mindenki látja, mennyire oda van érted. Hát, ő is szimpatikus nekem. De előbb még ki kellene hevennem Misit. Misiért nem is értem, hogy éltél össze azzal a takonnyal. Sziasztok! 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 Még épp időben befutottatok. Edem már itt hagyott volna titeket. Lassan ideje is mennünk. De Marci még nincs itt. Nem várjuk meg őt is? Ő szokás szerint késik. Majd megoldja. Ügyes fiú. Menjünk! Kellett volna velem jönni. Ennél a totál ki fog akadni. Ne parázd, bratyó, kedves leszek vele. Mert te aztán a tapintatosságodról vagy híres. Basszus, ott a gondol. A kurva életben elkéstünk. Büdös kölkök, fene a jó dolgokat, minden szana széthagynál. Itt a soha vissza nem térő alkalom.
Nem értelek, bizonyított tény, hogy van élet a halál után. Nem akarom elvenni a fegyvert, de én éppen az ellenkezőjéről olvasok egy könyvet. Mindenre van racionális magyarázat. Hát remélem is, hogy neked van igazad. Ugyan, srácok? Várjuk ki a végét. Majd akkor paráz, ha hirtelen rákrontanak a szellemek. Ez kiválság volt! Izgyezzet volt, tesó! Sziasztok! Sziasztok! Hol késítek ennyit? Így, hogy csak be tudtunk súrjani. Majdnem lebutunk. Hát tényleg eljött ez a ribanc is? A tapint, ugye? Mit pofázoltak, hogy agyú? Hisz miattad mentetek szét? Egyáltalán mi a fenét keresel itt? Csak nem gondolt, hogy kihagynék egy ilyen bulit, kisanyám. Készültem kajával is. Mit hoztad magaddal őt is? Tönk az ez a helyzet kettőjük között. Én is tudom. Nem is akartam, hogy jöjjön, de megnézhette a dolgot, és nem tudtam lakalni. Srácok, mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy miért is vagyunk itt. Hol a francba lehet a Lujo? Először is azt javaslom, tegyük izgalmasabbá az estét. Mindenki kapcsolja ki a telefonját, aztán ide vele. Csak hogy senki nem fészelődjön. Na, pedig még nem is láthatom anyám vacsoráját. Aha, de jött rögtünk. Kacok! Mikorra várjuk a szellemet? Nem késettel?
A még Greenfield. Nálatok csak pontosan lehet. Amikor bezárkóztak bele az iskolába. Ne szívasd már, végig elhiszi. Pedig tényleg igaz. Én is olvastam. Valójában ez még a suli építkezésen történt. Az egyik munkás kísérletért a baleset. Rádölt az egyik állat. Azt beszélik, hogy beleesett az alapozásba, és véletlenül belevett magát. Hát persze, alapoztak, minek volt a tápány. Ez így biztosan nem igaz. Pofán leszakad! Gyerekek, ezt nézzétek! Samu becsajozott! Nem látod, hogy ez Lia? Mit keresel te itt? Szerintem elég egyértelmű. Viszkenetes imád. Hát nem tudod az, hogy a csordáznak nincs dárkója? Te liba. Ezt most hagyjátok abba. Én csak meg akartam titeket ijeszteni. Nem túl sok sikerrel. Hát én megijedtem egy kicsit. Mégis hogy jutott eszedbe? Egyáltalán honnan tudtad, hogy itt leszünk? Véletlenül hallottam meg délután, amikor Marcival beszéltetek róla. Szerettem volna én is a bandához tartozni, de engem sose hívtak magatokkal. Na vajon miért nem, Pláza Cice? Te inkább ne popázz! Nem is ismered őt! Nem a te osztálytársad! Ez mondjuk igaz. Azért, mert én szép vagyok, még szeretnék barátokat is. Hát, mással sem foglalkozol soha. Ő szép, érted? Mintha mindenki más bányaim lenne itt. Most már álljatok rá, jó? Semmi baj. Ebbe a buliba most téged is beveszünk, oké? Köszi. Rendes vagy. Oké, menjünk vissza másik terve. Thank you.
Jó fog lenni. Feltölteni lesz nekem? Vörös bolt lesz? Szerintem nem vagyok kellene, ha már többletünk meg. Inkább ez. Csak légszükség esetére. Nem tudnánk üzenni valahogy ennek a szellemnek. Lassan épül, aztán még mindig semmi. Hogy fogunk így összeverkodni vele? Szerintem írjunk neki SMS-t. Ja, hogy azt nem tudunk, mert valaki elszedte tőlünk a telefonokat. Úgy unatkozok, legalább netöznénk egy kicsit. Ebben a teremben amúgy sem szokott működni a wifi. Te már csak tudod, hiszen urákon is folyton netezel, ha eltűnt figyelnél. Meddig fogjátok még szegényt csesztetni a tanulással? Akarod mondani a nem tanulással? Most már tényleg fejezd be, mert nagyon a bögyönbe vagy. Színesebben lennék inkább közöttük. Micsoda? Semmi, semmi. Akkor úgy mondd, hogy én is értsem, különben dugó van. Na, én most kimerészkedek, mert szólít a természet. Dobok egy sárgát a szellemnek. Ha találkozok vele, üzentek neki valamit? Már én is adat vagyok. Aztán nem ugye eltéveztétek a házszámot. Ez most mire legyen? Hogyan értettel? Hát nem tudom, haver. Lehet, hogy a szerelem téged bokká tesz, de én azért a helyedben résen lennék. Az utóbbi időben elég közel kerültek egymáshoz. Ádám évek óta a legjobb barátom. Nem hinném, hogy ezt megtenni. Még akkor is jó volt mellettem, amikor gödörbe került a kapcsolatunk a úrába. Jó, hát én nem akarok kavarni. Csak gondoltam, szólok. Nehogy magad koppan. Tulajdonképpen már napok óta beszélni akarok veled erről. Nem szól lesz folytatnunk. Igen. Akkor semmi nem igaz abból, amiket írtál, megmondtál. Nem erről van szó, de ezt te is tudod. Kristóf gyerekkorom óta a legjobb barátom. Ezt egyszerűen nem tudom tovább csinálni a háta mögött. Találtál valaki mást? Vagy csak arra kellettem? Dehogy is, ne beszélj butaságokat. Csak ezt így most nem tudom tovább folytatni. Napok óta nem alszok rendesen, tanulni sem tudom. Egyszerűen időre van szükségem, hogy átgondoljam mindent. Hát jól van. Csak aztán nehogy arra eszmélj, hogy a sok gondolkodás után elveszítesz majd minden jót, beleértve engem is. Ilyet se láttam még, hogy egy lány elővégezzen a retyún egy pasinál. Most már tényleg fog be a mocskos pofádat, vagy komolyan mondom, megtéplek. Úgy látszik érzékeny pontra tapintottam. Nyugi van. Lehet csak áramba hozott és kábelt is fekkel. Mit lehet tudni? Hogy már békén, legalább az én kedvemért. Hogy békén?
Figyi, te elég okos vagy ehhez is. Mi lehet velük? Annyit veszekednek mostanában. Én is észrevettem. Kristóf baromi sokat feltékenkedik. Nálatok is ez volt a gond Misivel? Igen, ez is, de ne haragudjára, most nem szeretnék beszélni. Szerintem te igazán megérdemled a boldogságot. Mondjuk egy olyan fiú oldalán, aki megbecsül. Na, nekem most nincsen szükségem kapcsolatra. El vagyok. Élvezem a szingli életet. Igazán megértem az érzéseidet, és azt is, hogy most egyedül szeretnél lenni. De ha bármi van, esetleg félnél ma este, tudod, hogy rám számíthatsz? Tudom. Ráhagyt. Hát nem ráhagyt. Mi van? Nézd meg, ott enyeregnek. Komolyan mondom, mindjárt oda megyek és levágok neki egyet. És melyiküknek? Ha jól tudom, Edinával már megcsináltad. Az nem is úgy volt. Mindenki ezzel cseszeget. Pedig csak régebben megrángattam egy buliban. Jó, az igaz, hogy a mi kis iskolámban szeretünk kiszínezni egyesek a történeteket. Ahogy látom, téged is zavar a dolog. Hát jó, Edina néha már idegesít. Miért? Mert Edinát mindenki szereti. Ő a Miss tökéletes. Fogadjuk, hogy nem mindig velé vagy esve. Volt ez. Üveg? Ne talán, üveg? Vagy mi esetleg? Üvegbe tippelnék. Marha poénos vagy megint. Basszus, sárna ki ma. Ti is hallottátok? Mi lehetett ez? Na úgy néz ki, megjött a szellemünk. Ne szórakozzatok már. Srácok, majd megnézhetné mi volt ez, de szerintem csak a húzat vágott ki egy ablakot. De ilyenkor becsuknak mindent, nem? Lehet, hogy mégis van szellem? Dehogy van, nyugodj már meg. Nekem ilyenem már sohasem lehet. A becsengetéseket sem fogom hallani többé. Én megmondtam, hogy ne jöjjünk. Mi lesz most velünk? Valaki tudja, hogy szórakozik velünk. De hát ki? Láttál itt valaki mást is? Csak titeket. Beszarás. Akkor ez a szellem kikételkedik még a létezésében. Kell, hogy legyen valami magyarázat erre. Gyertek, menjünk vissza. Akkor hogyan tovább? Ne essünk pánikba. Kiderítjük, mi volt ez. Van valami terved? Akkor ki vele? Egyelőre még semmi konkrét, de van itt még valaki, meg kell találnunk. Kutassuk át a sulit.
És ha tényleg a szellem volt? Akkor beszoptuk. Szerintem az volt. A nyakamra, hogy van itt még valaki. Mi lenne, ha ti fiúk szétnéznétek, mi meg addig itt maradnánk? Támogatom. Én szívesen segítek körülnézni. Most elkaptak, te szerintem! Normális. Mi történt? Sára! Majd én. Megtaláltam! Vigyázz már! Maradjatok! Mondj már valamit! Mi van vele? Mondd már, mi van vele? Meghalt. Basszus. Tényleg itt a szellem. Tudtam, hogy kibaszott hülye ötlet volt bezárkózni ide. Ne rinyálj már! Inkább hívjunk gyors a segítséget! Nem kéne letakarni. De mivel? Osztályát a köz. Segítek! De izgalmas. Izgalmas? Ez a legjobb szavad arra, hogy Sára meghalt. Hadd már abba ezt a baromságot! Teljesen az agyamra mész vele, nem veszed észre? Senki sem vevő rá. Ha senkit nem érdekel, miért vagyunk itt? Nem marjátok egymást. Legalább most ne. Eltűnt az összes telefon. Micsoda? De hát, hová lettek? Várjatok, nálam is van telefon. Mi van már? Azt hiszem, lemerült. Talán ha nem a telefonodat használnál, tükörként, tovább bírnál. Ekkora hülyes picsát. Adjátok békén és inkább szálljatok magatokba. Fent az igazgatói irodában is van telefon. Honnan tudod? Voltam ott párszor. Akkor mire várunk? Nyomás. Mindig is ki akartam próbálni. De talán nem most kellene. Nem működik. Mi az, hogy nem működik? Biztosan le van kódolva.
most mit csinálunk? Menjünk vissza a terembe és találjunk ki valamit. Gyertek! Tessék, idegosztály! Elnézést, téves! Hogy lehetsz ekkora kretén, te húgyagyú? Azonnal ki akarok menni innen. Törjünk ki egy ablakot! Még azt hiányozna, hogy lássam valaki. A földszinti ablakokon meg rács van. Én továbbra is azt mondom, menjünk vissza a terembe. Meg mit csinál? Ez be van nyomva. A francba! Na, ez már tényleg durva. Mi a franc lehet ez? Nem tudhatom biztosan, de az a lényeg, hogy maradj velem, bármi is történik. Várjatok, nálam van egy nyújtó. Nyugi, mindjárt lesz fény. Minden rendben? Nálam minden, de most nem én vagyok a lényeg. Ki kellene jutnunk innen valahogy? Ja, jól van. Akkor menj ki te, és keresd valami kiártot. Aztán ha meghalljuk a tesikoidat is, kimegyünk, és téged is megsiratunk. Nem hiszem el, hogy ilyen beszari vagy. Képes lennél Edinát kiküldeni? Akkor inkább megyek én. Te meg csak remeg itt tétlenül. Csak egyre rosszabb lesz a helyzet. Induljunk el mindannyian, és meglátjuk, mi lesz. Az alaksorban van a gondomnak egy pecója. Onnan talán lehet valami viszkiára. Nézzük meg! Csináljatok már valamit! Húzzunk vissza gyorsan! Ah!
Kimegyek és körülnézek. Tamás több bátor. Csak semmi pánik. Tiszta levegő. Ki kell vinnünk innen Zsófit? Hogy juthatnánk ki? Várjunk több csapatra, és keressünk valami kiutat. Te gyere velünk. Ti vigyétek magatokkal Zsófit és Liát. Én meg majd vigyázok Edinára. A fiúk majd vigyázni fognak rá. Jobb, ha most minden lány mellé jut, legalább egy fiú is. Mm. Oké, menjünk. Menjetek csak, én vele maradok. Találjatok ki utat, de gyorsan! Azonnal ki akarok menni! Mire vártok? Nyomás utána! És te? Minden rendben? Látom rajtad, hogy valami nincs rendben. Csak annyira össze vagyok zavarodva. Eddig azt hittem, mindenre van magyarázat, de most teljesen tanástalan vagyok. Úgy érzem, kicsúszik a kezemből az irányítás, és ez megrémít. Fogalmam sincs, hogy viszem ki innen Zsófit. Teljesen halálra rémült szegény. És Sára. Igen, rögtön jövünk. Jól vagytok? Ne aggódj, minden a legnagyobb rendben. Ennek örülök. Gyertek, nézzünk szét mi is. Zsófi hol van? Valahol elveszett. Teljesen hülyék vagytok? Nem vettétek észre, mennyire fél? Hol hagytátok el? Hát, a konyhánál még megvolt. Gyere, azonnal visszamegyünk érte. Látom, bejön neked, Edina. Hát... igen.
Ha összejönnétek, vigyázz rá. Ne csinálj olyan hülyeségeket, mint én. Köszönöm. Jutottatok valamire? Semmi. Semmi baj. Nyugodj meg. Add ezt ide. Ne haragudj. Nem akartam. Nagyon mély a sebed. Nem vészes. Túlélem. Menjünk vissza a többiekhez. És akkor most mihez kezdjük? Szerintem megpróbálhatna valaki leugrani az elsőről. Hát a túlélőnk. Na ilyen hülyeségekkel őket ne kockáztassunk. Várjuk meg a dinájékat, aztán kitaláljuk mi lesz. Mi van most? Őt akarod megfektetni? Te meg mi a fenéről beszélsz? Mind csodálkozol. Nyilván nem vagy vak. Mi van? Na ne mondd, hogy meglep, hogy máshol keresem a boldogságot. Hiszen én nem is foglalkoztatlak, csak a hülye szellemeid. De ha ennyire értetlen vagy, a kedvedért kimondom. Igen, tudd meg, hogy lefeküdtem Ádámmal. Esélyem! Úristen, már mi történt? Jól vagy, tetszik. Nyugi, srácok! Csak egy kalacol. De hogy történt? Zsófi várta meg életlenül a diegységében. Ezt tedd a sebre. Segítek. Meg kell találnunk a kiutat. Menjünk fel a tetőre. Talán van ott egy tűzlétre, amin lejuthatunk. Ez jó ötlet. Jó, menjünk. Thank you.
Úristen, Edina! Azonnal küldjenek segítséget! Egy lány leesett a gimnázium tetejéről. Igen, 8-an. Vagyis 9-en vagyunk még itt a tetőn. Kérem, siessenek! Ez meg mi a fasz volt? Ne haragudjatok, srácok! Csak viccnek indult az egész. Mi a fenéről beszélsz? Sára! Te meg élsz? Tamás ötlete volt, hogy eljátszok nektek ezt a szállomásdét. Mi csináltuk az egészet? De nem akartunk rosszat. Én csak Edinának akartam imponálni. És ezzel megöltette szerint?